Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon. A mai videóban a szörnyel és a hét dalmatát fogom folytatni. Hát az előző részben végül kiléptünk szörnyel a munkahelyről, hogy tudjunk foglalkozni az állatkákkal, és megfürdettük az összeset, viszont Sherlock megint összekoszolta magát idekint. Cserébe megtanulta, hogy ne csinálja ezeket a dolgokat, úgyhogy meg kéne fürdetni. Illetve itt van most már a takarítunk. Igazából összeszedi az állatkáknak a dolgait. De az is jó. Tényleg a takarítót? Merjünk, a takarítót be tudom zárni. Ha bezárom... megnézzük. Hogy be tudom zárni a takarítót. Nem. Hát ez van. Simán kiment, attól függetlenül bezártam az ajtót. Na jó, vagy hogy szörnyel, megette ott a kaját az esőben, ami valószínűleg most már csúron víz. És lerakja. Hú. Justin megint át akar jönni. Én nem hittem el ezt az embert, hogy mindig át akar jönni hozzánk. Sherlockot kéne megfürdetni. Eléggé rossz idő van. Nem... mi történt ott? Nem láttam. Eléggé rossz idő van. Nem tetszik a villámit senkinek, úgy látom. Lehet, hogy elesett benne? Oké, na most csak mindenki tiszta, igaz? Senki sem rosszalkodik. Justin itt van. Miért nem engedik kidobni? Ja, mert hogy ő összeszedi. Oké. Lezártam. Shadow, koszos vagy? Ó! Oh. Nem tudom, de beleívott a WC-be. Szörnyellenek most miért volt annyira fontos, hogy belemásszon a kádba? Ennyire rosszul érzi magát? Itt ennyi. Jó, Shadowra is rá lett szólva. Akkor viszont... szeretném elkezdeni a tanítatását Rózinak. Hogyan tudnám ide rákül... ups! Szörnyel egy kicsit elesett. Rózi. Ebből vannak szintek, amit el tud érni a kutya, hogyha elkezdem itt tanítani. Na nézzük. Nagyszerű. Többit is használod, vagy csak ezt az egyet? Lehet, hogy ez nagyobb hely kellett volna. Útban van neki mindenki, nem tudja megcsinálni. Ja. Abba hagyták, pedig én szeretném látni, hogy ezt átugorja. Mi van, nem tudja használni? Na most nézzük. Ó, hogy megijedt tőle, aha. Fél tőle. Akkor lehet, hogy tréningelni kéne ahhoz, hogy ez jobban menjen neki? Lehet. Szörnyelet elküldöm lezuhanyozni. Nagyon koszos. Talán lehet, hogy meddig kicsit dolgozhatna is, hogyha más teendő nincs itt jelenleg. Ja, de kéne adni az állatkáknak enni. Már egészen jól viselkednek amúgy az állatkák. Egész sok mindenről le lettek szoktatva. Igaz, hogy nem értem ki végül most már, hogy miről vannak leszoktatva, meg stb. Mert rejöttem, hogy nem tudom követni egy idő után. Úgyhogy maradunk annál az opciónál, hogyha már nem rosszalkodnak, akkor le vannak szoktatva arról bizonyos tevékenységről. Mert most itt vannak kinn a pocsolyák, hát ha valamelyik belehempereg. Mi történik?
Ja, beszaladt, hogy ne vagy valami bajon legyen. Kicsit késleltetett reakció volt ez. Oké, na, lássuk csak. Be kéne fizetni a számlákat. Ups, bezártam az ajtót. Oké. Dolgozni tudunk valamit? 16 óra múlva lesz. Bármi, amit dolgozni tudunk, elég kevés pénzünk maradt. Nagyon dörög az ég. Menjünk át ide. Tanítsunk valamit Rózinak. Mondjuk azt, hogy ül. Ó, rájuk kell szólnom, mert összeverekedtek. Mind a kettőre. Utána tanítjuk meg neki a lövést. Rózi nagyon éhes. Jó, akkor viszont Rózinak előbb enni kéne, ezt ki kéne üríteni, mert valamiért megromlott, meg ez is. Remélem, Rózi talál magának azért kaját. Mert az ő tájában ott van elvileg. Jó, most teszik Rózi. Szörnyelő megtölti a többi tálat. Ezt is. És akkor most tanítsuk... Ó, nézzétek, milyen cuki! És megnyalogatták egymást, nem veszekednek. Na, tanítsuk meg a lövőparancsot, mert akkor Szörnyelőnek fejlődik ez a tréning szkíje. Erre elmegy aludni. Akkor hagyjuk szegényt aludni, ha álmos. Valakit simogassunk meg, mert Szonyának rossz a kedve. Ó, megint összeverekedtek. Rá kell szólni megint. Most Sherlock volt. És Shadow. Negálna! Ez micsoda? Menjenek el együtt egy kalandra. Shadow megtanulta, hogy nem szabad összeveszni. Igaz? Azt tanulta meg? Ne ugasson meg egy szimet. Nem tudnak elmenni együtt? Kalandozni? Most mennek valahova, de lehet, hogy ki kéne nyitnom az ajtót, hogy ki tudjon menni a kutya. Ideig mentek kalandozni? Muszáj végig kinyitni az ajtót, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol mennek kalandozni. Elmentek! Nincsenek is itthon! Hát kíváncsi vagyok, mit hoznak vissza a kalandjuk során. Vagy mi... Ó! Ilyen kaland, hogy még ki is írja, hogy mit kell csinálni. Merre menjünk? Ez itt a kérdés. A világított arany fele? A város fele? Vagy... Ez nem tudom mi. Vagy erre fele. Akkor menjünk arra, mert az nem tudom micsoda. Megint azt kérdező, merre menjünk tovább? Hát... Menjünk a marketbe. Nem tudom, hogy melyiket kell választani. Igen, jó. Ó, elvileg nem találtak semmit. Talán majd a következő alkalommal. Hát akkor megpróbáljuk még ezt a kalandozást. Nem tudom, hogy itt mit lehet szerezni egy kaland során. Ez micsoda? És ez hogy került ide? Kristály. Lehet, hogy ezt kaptuk. Nem biztos. Nem tudom, hogy hogy került ide ez a kristály. Állatkák most bejöttek a házba. Jaj, ne! Jaj, ne! És nincsen se füstjelzőnk semmi. Magát el tudja oltani? Hmm.
Hát most aztán ez elég meredek helyzet volt. Hú. Még az a szerencs, hogy el tudta saját magát oldani, mert hiába volt itt Justin. Nem csinált semmit. Hú. Hát ez szó szerint meredek helyzet volt. Na jó. Mindegy. Most ebből tanulva lehet, hogy legalább egy füstjelzőt le kéne tenni, bár nem tudom, hogy az mennyit segít a dolgon. Tegyünk rá egy füstjelzőt. És akkor ezeket most ki kéne cserélnem? 600 szimolont kaptunk. És 1050 a kicserélés? Most komolyan? Hát... A hűtőt ki tudjuk belőle cserélni. Nagyszerű, egy csomó pénzt veszítettünk ezzel. Amikor pénz kéne nekünk ahhoz, hogy megvehessük szörnyállának a festményeket, mert ugye az az élet célja, hogy legyen 15 festményünk. Hát jó, hogy itt vagy, Justin. Csak aztán semmire nem vagy jó, hogyha nem segítesz szegény. Szörnyállát eloltani, amikor kigyullad. Még az a szerencsé, hogy volt annyi lélek jelenlét, hogy saját magát eloltatta. Rossz volt a tegnapi nap, azért nem vásároltunk semmit, ugye ilyen leárazásos nap volt. Hát ez van. Ezek a dolgok, amiket Justin vesz ki a hűtőből, ezeket el is tudom adni. Na jó, van Justin, nem vagy a hasznunkra, akkor menjél inkább el. Kidobom. És befekszik az ágyba. Szörnyállat, te hova lettél? Mi az, hogy már megint koszosak a kutyák? Melyik koszos? Ja, csak ő. Nina, nézzük csak meg, hogy rá tudunk-e szólni. Igen, játszott a pocsoljába, azért koszos. Na, szörnyel inkább úgy dönt, hogy kiveszi a borsót a hűtőből, mint sem, hogy nekiálljon újra főzni, mert az eddig sem vált be neki. Szerencsére Jack úgy dönt, hogy beleszik. Ó, Nina megtanult, hogy ne játszol a pocsoljába, szuper. Hűha! Vannak itt még gondok. Meg kéne fürdetni. És az a legegyszerűbb, hogyha akkor fürdetem meg, amikor... De megett az egész borsót! Szörnyen annak egy falatot nem hagyott. Az igen. Hát, jó, rendben. Ez kicsit kellemetlen azért. Justin, kinyitottam az ajtót, most már igazán elmehetnél. De nem, már megint pucéran szaladgál az épületben. Az asszony örülni fog neked otthon, hogy így mész haza. Na mindjárt tiszta lesz ez a kutya. Mondom, tiszta lesz ez a kutya, de már megint. Miért nem mostad meg? Azért nem mostad meg, mert ideges vagy, azért mert éhes. Hát addig fogod mosni azt a kutyát, amíg tiszta nem lesz. Nem érdekel a kifogás. Tessék megfürdetni. Hát milyen alapon? Beküldöm, fürd... beteg vagy. Beteg valamelyik. Ki beteg? Na jó. Megtöltjük a kutyatálakat, és... Melyik vagy? Luke, ugye? Ő beteg. Luke beteg. Kék lett, és piros a nózia. Szegénykém. Ő ugye nem beteg? Nem, szerintem. Fel kéne takarítani, elmosni ezeket a dolgokat, amiket Justin itt hagyott a padlón, és valamiért nem engedi, hogy ki dobjam őket a kukába. Szóval, hogyha Luke felébred, akkor adunk neki ilyen falatkát, mert van nálunk. Most ébred fel. Van nálunk wellness falatka, direkt vettem a múltkor, amikor el kellett menni az átvinkára. Neki ilyen állandóan elmenni. Mert tulajdonképpen nagyon gyorsan meg tud gyógyulni, hogyha minden igaz. Ez az. Nagyon jó. Szörnyel, de most már tényleg lehetne valamit. Mondjuk... szendvicset. Közben rászólunk Ninára, hogy ne igyon a pocsoljából. És ha jól látom, Jack megint nem bírta ki, hogy ne játsszon a pocsoljával. Mert már megint koszos. Szörnyen a kajálás közben nem tudsz rájuk szólni? Otthon szeretnék dolgozni. Na,
megvan a munkánk. Fókusz állapotba kell kerülnünk, és... hogy mi? 5 különböző színmel kell összevesznünk. Vagyis... Oké. Okay. Ez különben hasonló, mint az előző munkája volt. Egy kicsit. Melyikre kellett volna rászólni? Nem tudom, de most rá lehet... Szóval szólj már rájuk, hát ez így nem működik, hogy állandóan elfelejtesz rájuk szólni. Jó, mindegy, már nem tudok rászólni, mert amikor rá lehetett volna, akkor azt nem csinálta meg. Na, viszont kell különböző szímekkel, 5 különböző szímmel viccelődnünk, úgyhogy... Szörnyen most el fog itthonról utazni, kivételesen. Akár vihetnénk a kutyákat is. Valamelyik parkba elmegyünk, és akkor legalább ők játszhatnak addig. Mondjuk... Jack elég koszos, de mindegy. Menjünk el a kutyás parkba, ez itt kutyás park. Na, hát itt is vagyunk a kutyás parknál, remélem, hogy itt a kutyák jól fogják érezni magukat. Menjünk be. És oda hívjuk be az összeset. Remélem, hogy nem éhes Luke. Nem azért van pirosban, itt van valahol kutyatál. Ott egy kutyatál. Abba teszek ennivalót, mert lehet, hogy Luke éhes. És oda is hívom. Lehet, hogy amúgy ez valaki másnak a kutyás tája, de mindegy is. Mondjuk itt tudnánk gyakorolni. Rózival. Próbáljuk meg? Gyere, Róz! Próbáljuk meg! Arfanaya! Yikana Dimple! Ugye Rózt erre szeretném kiképezni, hogy gyereket csináljon. Ez az, de itt jól lesz, vannak kötve ezek a dolgok. Otthon ez így nem működött nálunk sajnos. Lehet, hogy többször is el kell jönnünk ide a parkba Rózzal. Nagyszerű. Oh, ezért hiba pontot fogunk kapni. Igen, azt jelzi, hogy egy hiba pontot kaptunk. Bipiten Ogalomp. Melyik lesz a következő? Ez a következő. Nagyszerű, ez nagyon szép volt. És ez az utolsó? Azt nem tudom, hogy a kutyának ilyenkor a jártassága megye. Valakivel összeverekedtünk ott. Egy hiba pontja volt csak. Nagyon ügyes volt. Ki kell, hogy képeznem jobban szörnyen lát. Viszont rászólunk, hogy ne támadjon. Melyik volt a másik? Ő. Luke megtanulta, hogy ne támadjon. Na, ez az. Hát, ha a Sherlock is megtanulja. Shadow éhes, úgy látom. Oh. Sherlock is azért tanul egy dolgokat. Na, adjunk neki enni. Hívjuk ide Sherlockot, mert úgy látom, hogy ő éhes. Nem is, Sherlock, Shadow éhes. Gyere, Shadow! Jaj, szörnyen, a ne jegyél már meg egy kis villámlást, ugyan már. Vanda is nagyon éhes. Hát ennek nem örülök, mert csak egy ilyen kutyatálat találtam. Mindjárt megnézem, hogy van-e még. Hát úgy látom, hogy nincs. Akkor lehet, hogy Vandát hazaküldjük. Otthon tud enni. Ninának mi baja van? Szóljunk rá, hogy ne ugasson. Sherlock ugat. Szörnyen pedig nagyon álmos. Csak még megint összeveszek. Ó, nem hiszem el. Melyikek veszekednek állandóan? Shadow már megint. Rózival. Gyorsan rá kéne szólni. Rózira is. Ja nem, Rózira nem lehet. Akkor csak Shadow volt a hibás.
Vanda volt a néhány. Hát amúgy csak egy fél tálkaja van ott, de remélhetőleg annyiban is jobb lesz. Meg igazából tudunk neki adni jutalomfalatot is. Mit keresi Justin megint? Miért követ minket folyton? Valami nagyon nem stimmel vele, úgy látom. Folyamatosan követ minket. Okay. És felmossa a pocsolyákat. De teszünk még kaját, hát ha valamelyik éhes. Húha, nagyon nagy villámok vannak. Folytathatnánk itt a... Ops, nem képet akartam, de ha már így alakult, akkor csinálunk egy képet is. Folytathatnánk itt a tréninget. El se kezdtük még. Az ülést meg kéne tanítani neki. Elvileg, hogyha nekünk jobb lesz a tréning skillünk, akkor majd jobban fog neki menni ez a tréningezés dolog, legalábbis én így gondolom. De majd meglátjuk. Nagyon akarják elkezdeni a dolgot, valószínűleg azért, mert nagyon csúnya idő van. Már most. Sajtom magától kezdett el gyakorlatozni ott az eszközökön, mert így neki is tetszene a dolog. Hoppá, valamelyik beleesik a szemétbe, Wanda. Arra rá kéne szólni. Meg ő rá is. Ó, nem is csak egy miatt lehet rászólni, kettő miatt. Jó koszos már. Szerintem utána hazamegyünk, mert nem tetszik nekem ez a villámlás. Nem, hogy itt valaki bele csapjon a villám. Jó, Jack, megtanult, hogy nem szabad ugatni. Muszáj vagyunk hazamenni, mert szörnyel annyira álmos, hogy ki fog dölni. Ó, Sherlock eszik bele a szemétbe. Otthon is érdemes lenne elhagyni valami szemetet, hogy bele tudnak mászni. Nem játszunk a szemétbe. Na jó, menjünk szépen haza. Még nem voltunk itthon, addig volt takarítás. Szerintem nincs nyitva az ajtó. Ki kell nyitnom, hogy be tudjanak jönni az állatkáj. De nyitva van. Jó. Elküldöm szörnyállat aludni. Igazából más baja nincsen. Tehát meglátjuk, hogy valaki felkelti-e. Azt hogy került ide ez a pocsolya? Valamelyik lerázta magáról a vizet, vagy mi? Ja, aztán végül a munkáját elfelejtettem megcsinálni. Azért mentünk el, hogy ezt megcsináljam, és ezt elfelejtettem. Ups! De az a helyzet, hogy csak egy szín volt ott, lehet, hogy máshova kéne menni. És akkor csak szörnyállával, ha ezt meg tudjuk csinálni, nem tudom, mennyi időnk van, hogy ezt megcsináljuk. Mennyi az idő most? Aha. Jó, annyira már nem álmos, akkor menjünk el. Csináljuk meg. De akkor egyedül, mert az a baj, hogy így nem tudok ezzel foglalkozni. Aztán a fókusz állapotot pedig, hogy max a hazajövünk. Az a baj, hogy elég rossz idő van, úgyhogy menjünk el ebbe a bárba. Mondjuk, ha lenne itt egy sakk, az lehet, hogy nem érni, hogy fókusz állapotban legyen. De most előbb barátkozunk. Az első jelölt Tanner Diaz lesz, akinek valami vicceset fogunk mutatni. Ez ilyen alien szórakozó hely, hogy ennyi alien jön erre fele? Egy megvolt. Jöhet ő. Nagyon sok alien van itt. Ő a következő. Szerintem nála is ugyanezt fogjuk alkalmazni. Micsoda? Már megint el akar minket valahova hívni. Saját magát rázta meg, ilyet még nem is láttam. Vele is beszélgessünk. Szegény csak itt áll is nem veszük be a kommunikációba. Brian. Ijesszük meg, de mennyi mindent tud megcsinálni. Szörnyen amúgy. Warba! Korra!
Jó, három megvan, még kettő kéne, menjünk be. Éhes nagyon, úgy látom. Lehet, hogy valamit tehetnénk itt a bárba. Te ki vagy? Shingo! Na gyere! Te vagy a következő áldozatunk. Mielőtt teszünk valamit. Nem mész el. Mr. Bajusz, nem? Nem? Elment. Jó, hát ha elment, akkor viszont legyen Melissa. Mit tudunk vele csinálni? Elvészélte erre. De most megint elmegy. Oké. Okay. Jaj, nem mind szeretnék lenni. Adjunk neki valami fék rossz hírt. Jumbapuib. Már csak egyke. Ki legyen az utolsó. Mondjuk lehetne ő is. Szörnyel, ahova mész? WC-re? Kell WC-znod? Annyira nem. Gyere le! Hú, ő már eleve elég pipa. Na jó. Legyen ez. Mire kaptunk pénzt? Goenji? Ja, hogy megcsináltuk a munkánkat, aha. Tehát most már csak azt kéne, hogy fókuszálatokban legyen. Jó. Viszont ennek a résznek itt is lenne a vége, és akkor innen fogjuk folytatni a következő részben, akkor megpróbálom elérni ezt a fókuszállapotot. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!